Európai Uniós támogatás nyert Kálósemjén annak érdekében, hogy a helyi igényeket figyelembe véve fejleszik a vidék megtartó képességét, illetve reagáljanak a munkaerő hiányra. A település az elmúlt időszakban a hely történeti értékeinek kutatását is előtérbe helyezte. A cél közös, együtt a jövőnkért. Ezen az Európai Uniós pályázaton nyert 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település összesen mintegy 500 millió forintot. Az elnyert összegből a helyi igényeket figyelembe véve a vidék megtartó képességét fejlesztik, valamint a közszolgáltatások terén jelentkező szakember hiányra reagálnak az érintett települések. A települések ennek érdekében képzéseket indíthatnak, amelynek célja, hogy olyan képesítést szerezzenek, amellyel könnyebben találnak munkát. A képzésekbe például gyógytornászt, pszichológust és logopédust is bevontak. A szakemberek így egy állásinterjúra is fel tudják készíteni a résztvevőket. Itt munkaerő többlet van, és munkanélküliség. Mind a kettő egyszerre jelentkezik érdekes módon. Ugye alacsony képzettségük az itt lakók. Ez látszik azon is, hogy 130-a vannak most is közfoglalkoztatásba bevonva. Ez nagy gond a településnek. Ugye mindig azt mondják ezek az állampolgárok, hogy hát miért nem ad az állam olyan munkahelyeket, miért nem hoz létre olyan munkahelyeket, ahol ők is tudnának dolgozni. Na, de hát könyörgöm, hát ilyen munkahely nem létezik, ahol semmilyen hozzáértés nélkül azért jó pénzt lehessen keresni. Úgyhogy mindig arra biztatom őket, hogy a gyerekeiket már most, amikor még lehet, olyan irányba formálják, olyan irányba tereljék, hogy az iskolát ne hagyják el, járják ki a 8 általános, ugye az alapképzés, utána helyezkedjenek el a középiskolában. Épp ma beszélgettem egy szociális munkással, hogy nagyon sok gyerek a 3. év végén, amikor már záróvizsgát lehetne tenni, akkor hagyja ott a szakképzőiskolát. Ezentúl az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését is segíti a projekt, amely 2021-ben fejeződik majd be. A program Pirice vezetésével indult, mellette konzorciumi partnerként részt vesz még többek között Kálósemjén, Balkány és Encsencs önkormányzata. A témáról az információkat a következő percekben a település polgármesterétől, Bejce Lászlótól hallhatják, majd köszöntöm a stúdióban. Tisztelettel köszöntöm a nézőket én is. Úgy gondolom, hogy igen tartalmas esztendő után vannak, és egy igen tartalmas esztendőben vannak benne. Megpróbálunk mindenről hasznos információkkal szolgálni, remélem, hogy bele is férünk ebbe az időkeretbe. 2018 már hozott a település számára, és hát mindenki számára, aki érdeklődik Kálósemjén iránt, egy olyan kiadványt, ami a helyi értéktárat mutatja be tulajdonképpen. Miért éppen most, és mi található ebben a kiadványban? Ez a kiadvány egy előfutár egy olyan könyvnek, amit a településen a következő hónapokban szeretnénk összeállítani. Ennek a könyvnek az a témája, hogy kálósemjéni életképek. Az életképek vonatkozásában pedig úgy gondoltuk, hogy a digitális világ felgyorsulásával azok a régi fényképek, amelyek nagymamáink padján vannak, azok előbb-utóbb el fognak tűnni. Így megkértük a helyi embereket, az elszármazottainkat is, hiszen minden harmadik évben elszármazottak találkozóját szervezünk a településen, hogy ezeket a fényképeket juttassák el hozzánk, ezt digitalizáljuk, és ezeket a digitalizált fényképeket egy kiadványban szeretnénk, egy könyv formátumában szeretnénk közreadni. Mennyire fogékonyak egyébként az emberek erre? Mert én úgy érzékelem, hogy nagyon sok helyen próbálkoznak ezzel, hogy egyfajta időutazást lehessen megélni régi fotók által, tehát valóban segítenek és hozzák ezeket a fotókat, régi anyagokat, dokumentumokat? Így van, tehát minden csatornát kihasználunk. Nem könnyű feladat a múltunknak a feltárása és megőrzése. Úgy látom, hogy az emberek, akik kötődnek a településhez, elszármazottak is, illetőleg akik ott élnek, azoknak fontosak azok a gyökereknek a megalapozása, hogy magát ezeket az életképeket, ezeket valahogy a következő generációnak át tudjuk adni. Azt tapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy a településem vonatkozásában nem tudom, hogy milyen népviselet bírtak a helyi lakosok, és ilyen tekintetben ezek a régi fényképek, ezek segítenek abban, hogy egy képet tudjunk alkotni, ezáltal a jelenben erősebbé váljon a településünk.
Talán fontosnak is érezhetik az idősebb települési lakosok ilyen szempontból magukat, hogyha egy kicsit a saját múltjukat újra élhetik, akár a gyermekkorukat. És ha már itt tartunk az idősebb lakosságnál, akkor ezt mindenképpen emeljük ki, hogy az elmúlt esztendőben a település kiérdemelte az idősbarát önkormányzat település címet. Ezt mivel lehet kiérdemelni? Egy pályázati formáról beszélünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki ezt a pályázatot, és a településünk ezen a pályázaton sikeresen mutatta be azt a idősek iránti elkötelezettségét, amivel kiérdemelte, hogy 2017-ben egy idősbarát önkormányzati díjat kapott. Nem sok önkormányzat büszkélkedhet az elmúlt év folyamán ilyen díjjal. Legfőképpen nagyvárosok, illetőleg kerületek birtokolhatták ezeket a díjakat, és köztük megyénkből Kálósemjén. Ön szerint egy ilyen méretű település, mint Kálósemjén tud jobban odafigyelni, vagy talán könnyebben az ott élő idős emberekre, vagy egy városméretű település? Minél kisebb egy közösség, annál összetartóbb. Minél kisebb egy közösség, annál fontosabbak azok az intézmények, illetőleg civil non-profit szervezetek, amelyek a településen működnek. E tekintetben mi elkötelezettek vagyunk, akár az idősbarát önkormányzati díj kapcsán, akár a tehetségbarát önkormányzati díj kapcsán, de mi e tekintetben úgy gondoljuk, hogy a civil, non-profit, egyházi közösségeink azok, amelyek fenntartják egy település nem csak épített, tehát belakják a települést ezek a szervezetek által a közösségeink. Ugye az idei elismerés az pedig a tehetség gondozás elismerésének szól, és valóban lehet, hogy 2017-ben idősbarát, 2018-ban bölcs és tehetséges, tehetséggondozó a település, de valóban itt folyamatokról beszélünk, csak egyik esztendőben erre lehet jobban oda koncentrálni, a másik esztendőben pedig a másikra. Az Európai Uniós támogatások, amelyekre ugye folyamatosan lehetett pályázni, milyen mértékben tudnak a településhez eljutni, mire tudják ezeket használni, kész terveik vannak-e ezekre? Mi a következő lépcső? Így van, az elmúlt évek folyamán településünk sikeresen pályázott több uniós pályázaton, és a tekintetben mind fizikai vonatkozásban épül és szépül a településünk. A tekintetben kerékpárút, általános iskola energetikai korszerűsítése az az, ami megfigyelhető a településen, de emellett úgy gondoljuk, hogy pontosan ezen díjak kapcsán is, illetőleg a célkitűzéseink, a képviselőtestület célkitűzései szerint is fontosak a humán szolgáltatásoknak a fejlesztése. És ebben a vonatkozásban kettő nagyobb projektet tudnék kiemelni. Az egyik projekt tekintetében 10 településsel működünk együtt, mi is tagjai vagyunk ennek a konzorciumnak, és ebben a vonatkozásban most, amit fognak látni odalátogatók, turisták, esetlegesen helyiek, kálóseményiek, hogy egy szobrásztábor kerül megszervezésre. Ez jövő héten, hétfőn kezdődik, egy nemzetközi szobrásztáborról beszélünk, 2 héten keresztül, búcsú a fegyverektől, Hemingway-től vett idézetet kölcsönöztünk a szobrásztábor témájának, 100 év, hogy véget ért az első világháború, és köztéri szobrok kerülnek megalkotásra. Ezen köztéri szobrokat ifjúság bevonásával szeretnénk létrehozni, a nemzetközi szobrászok erre hajlandóak, és ezeket a köztéri szobrokat szeretnénk környező településeknek adni. Ezek a projektek, ezek alkalmasak arra, hogy olyan jellegű célkitűzéseinket is meg tudjuk valósítani, aminek eddig financiális problémái voltak. E tekintetben gazdaprogramot hirdettünk meg, ebben készül el az életképek kiadványunk is, tehát igyekszünk a lehető legjobban kihasználni ezeket a forrásokat. Képzések, programok, zajlik-e most valami, mi a terv a jövőre nézve? A nyár arról szól, hogy vakáció van. Ugye az általános iskolát követően táborok zajlanak a településen. Hála Istennek azt tudom mondani, hogy minden történelmi egyház, amelyik a településen van, illetőleg civil kezdeményezése is vannak táborok. Az önkormányzatunk is szervez tábort, és ebben a vonatkozásban
azt látom, hogy a gyermekek igénylik azt, hogy fejlesszük őket a nyár folyamán is, de nem csak ők, hanem az idősebbek is, és azok a aktív korú felnőttek, akik még adott esetben nem találták meg a hozzájuk tartozó legjobb munkáját, tehát tekintetben ilyen jellegű képzések is vannak, uniós segítséggel természetesen, illetőleg amiről tudok még beszámolni az az, hogy család és karrier pont működik a településen, ami arra hivatott, hogy a nők munkaerőpiaci helyzetének javítását eszközli. Itt nem kifejezetten adott esetben 8 órás munkavégzésre kell törekednünk, hanem atipikus munkavégzésre van lehetőség, részmunkaidő, bedolgozás, távmunkára. Hányan érdekelő semmilyen? 3800 alatt vagyunk egy kicsivel. Tehát szerintem amilyen dolgokról most beszéltünk, létezhetetlen, hogy minden lakos ne legyen érintett, legalább az egyik most elhangzott programban, képzésben, vagy valamilyen újszerű kezdeményezésben. Polgármester úr, köszönöm, hogy itt volt nálunk, és tájékoztatott bennünket.